Hát itt vannak a téli gumik. Most elviszem őket lepucolni. Elég koszosak lettek. Itt a belsője is. Még nem tudom, hogy ez most a hátsó vagy az első volt, de mindegy is. Jó retkes gyúvás. Elvisszük. Lemossuk az automosóba. Vettem ilyen felnétisztítót, ezzel lefújjuk, sokkal könnyebben lejön majd a fékpor, meg minden dzsuva. Aztán, hogyha visszajöttünk, akkor ezzel a gumiápolóval le is ápolom itt a széleit körbe, mindegyiknél, kívül belül, és akkor nem fog kirepedezni. Sokkal tartósabb lesz a gumi. Szóval akkor most menjünk a mosóba. Habos mosás megvolt, és akkor most akkor nyomjuk az öblítést. És akkor most oda elgurítom a kerekeket, kicsit letörölgetjük. És nem leszünk útban, hogyha valaki jön. Mondjuk ilyen délben itt nagyon nem szoktak lenni ebben a mosóban, úgyhogy azért is jöttünk most.
ugye letettem a kerekeket, azok kicsit itt száradnak a napon, de kicsit rá is törlök, hogy gyorsabban száradjon. Már most itt látszik is mögöttem, hogy jöttek is ketten, ahogy én onnan elálltam. Úgyhogy jó, hogy elálltunk onnan. A kerekek, megmutatom, itt vannak előttem. A kerekek itt vannak, szerintem ott ki most nem fogok videózni, mert itt megy a mosó, mennek az autók, meg szél is van. Nem nagyon lehet hallani, amit mondok szerintem, vagy csak nehezen. Úgyhogy azt most nem veszem föl. Majd ott a busószobor. Ott. Akkor megjöttünk a mosóból. Itt a gumiápoló. A kerekek csatasorrendben. És akkor ezeket most nem rá fogom fújni, hanem ráfújom egy rongyra, és azzal be fogom kenni. Az egyik felével meg vagyunk, csináljuk a másik felét. És az a lényeg, hogy csak itt az oldalát szabad, a futó felületet nem. Akkor igazából meg vagyunk vele. Hagyjuk, hogy szépen beszívja. Ugye ez lesz majd a maradék háromnak is a sorsa, de azt már nem veszem fel. Az ugyanez. Aztán hagyjuk, hogy szépen beszívja, megszáradjon. És majd nem is tudom, valamiben el fogom csomagolni, és akkor így lesz egész nyáron. Aztán majd télen, amikor jön a téli szezon, akkor majd előszedjük, kap egy centírozást. Aztán ennyi.